Tehát mi a Kabbala Tanul című könyvből olvasunk, mondják az oldalszámot, a Nemzet, mi a Nemzet című cikket olvassuk. Kérdéseket föltenni a Kabbala TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések, és a kiválasztott kérdések ki lesznek sugárazva a lecke során. Tehát a Nemzet. Ez az újság, a Nemzet, ez egy új teremtménye a zsidó utcáknak. Ez egy frakció felett álló újság. És talán feltehető a kérdés, hogy mi az, hogy hogy a pártok fölött álló, mit jelent egy pártok felett álló újság, hogyan lehet egy újság, ami minden részt együttesen szolgál, és ez azt jelenti, hogy elutasít minden ellenállást, ellentétet és kontrasztot a különböző részek között. Valóban ez a fajta dolognak a létrehozása, amely nagyon egyenes módon született meg, nagyon kemény és fájdalmas születési fájdalmak után született meg, ami gyakorlatilag a gyűlölet felett kellett, hogy megjelenjen, ami a nemzetet kötelezi arra, hogy azzal, ami szembesült a Földön, az a milliók lerombolásával, a testvérek halálával, ezek ne folytatódjanak többé. Tehát nyilván itt a világ nemzetének az egyes, a mi nemzetnek az egységén dolgálunk, szolgált ez az újság, hogy egy emberként egy szívvel tudjon összekapcsolódni Izrael, és hogy ezen a módon mi példát tudjunk mutatni, egy bizonyos fajta példát tudjunk mutatni a világnak, és ezen a módon tudja Izrael magát felmutatni a világ nemzeteinek, és hogy mennyire készen áll a világ szolgálatára, a nemzetek szolgálatára. Mi nem tartozunk egyetlen mozgalomhoz sem, párthoz sem, erről szól az a cikk, hanem mi felett állunk minden különbségnek, és az összes különbség az gyakorlatilag az emberi értelemből származik, egyik vagy másik módján, tehát aztán ezt korrigálni kell majd, és természetesen mindenkiben megvan a jó akarat, és az a módja, hogy megért valamit, tehát mi nem dolgozunk a vágyunkkal, mi a felsőnek a vágyával dolgozunk, ahogy ezt mi tanuljuk, tehát mi az isteni bölcsességgel dolgozunk, az igazságnak a bölcsességével, és ezért a mi megközelítésünk, a mi hozzáállásunk az egy disziplinák felett álló mindenféle áramlatok fölé emelkedő, elképzelések fölé emelkedő, pártok fölé emelkedő valami, ami gyakorlatilag addig tart, amíg el nem érik a kapcsolatot. És abban a pillanatban, amikor mi érezzük, hogy a leválasztottság miatt újra szeparáció következik, ez elszaporál bennünket azoktól az erőktől, amelyek felemelnek bennünket. Tehát a teljes munkánk az mindig arra kell irányuljon, hogy összekapcsolódjunk, és hogy mindenkivel minden módon össze tudjunk kapcsolódni. Azonban a kapcsolatunknak a korrekcióját kell hozni a világ számára, és nem a bűnösök kapcsolatáról van itt szó, és nem szabad rosszat hoznunk ezáltal a világra. Tehát a Nemzet című újság az ugyanezt képviselte, és az a buklet, ami ez a kicsi könyvecske, amit mi létre akarunk hozni, vagy amit létre is hoztunk már, ezek ugyanezt szolgálják a tömegek irányába. Tehát ezek ugyan különböző időben jelentek meg, de mind azért van, hogy fölemeljenek bennünket minden leválasztottságnak, amelyek gyakorlatilag frakciók felett állnak. Na most itt nem látom, hol van. Azonban ezek a szadista szándék, amelyek nem okoznak megelégedést, nyilvánvalóan dupla problémát okoznak a mi számunkra, azonban azáltal, hogy különböző módon elmagyarázzuk a jelenségeket, amik velünk történtek, hogy a múltbeli tapasztalatunkban, amiket megszereztünk, azok a nemzetben egy újfajta eredményt emeljenek föl, nyilvánvalóan egymásra épülve, egyik a másikra ráépülve ezeket a tapasztalatokat. És bár ezek az új dolgok nagyon különbözőek, mi azonban most látjuk, hogy mindenféle részben, összeütközésben kerülünk az országon belül egymással, és a legmagasabban lévő nemzetek is gyakorlatilag bezárják az ajtót előttünk, minden szentimentalizmus és kegyelem nélkül, egy nagyon is kemény módon,
úgy, hogy az egész emberi történelemben gyakorlatilag megjósolhatatlanul ez megtörtént, egészen a legbarbárabb idők során is. Tehát nyilvánvalóan, ahogy a kapcsolatot elérjük önmagunk között, rögtön megváltoztatjuk a világ nemzeteinek és a kapcsolatát hozzánk, mert, az nem, mert különben, ha nem teszünk meg ezt a kapcsolatot, nem építjük egymás között, a világ nem fogja magát jól érezni. Ez ugye amikor ez a 40-es években ez ki lett adva, ez az újság, nyilvánvalóan a világ nem is érezte jól magát. És aztán az újság nagyon gyorsan bele zárva, azért, mert nagyon sok ember elkezdett ellene harcolni. Tehát az újság hamar meg lett szüntetve, bocsánat. És a nagyon jól ismert nagy közönség részéről érték hatalmas támadások. Tehát nagy embereknek mondott emberek verték szét az újságot. És az egész irányultságot, hogy összekapcsoljuk a nemzetet valamilyen módon, hogy megmentsük a helyzetet, ez nem működött, és az eredménye pedig a holokauszt lett. Térjünk vissza az együttműködésünkre más szervezetekkel, amiről már beszéltünk. Kivel tudunk mi együttműködni? Bárkivel, magyarok. De milyen feltételekkel lehet ez? Milyen feltételeket történt meg? Amennyiben a kapcsolatra irányul, a világ korrekciójára, nyilvánvalóan valaki idejött és kooperációt, együttműködést kínált, hogy korrigáljuk a világot, annak megfelelően, amit mi tanulunk a Kaba bölcsetén belül, akkor én megölelem és öleléssel várom. Oké, na de vannak ennek jelei, vagy mikor, annak, hogy például mikor hagyjuk abba az együttműködést, abban a pillanatban, amikor az egoista számítások jelennek meg a kapcsolatban. Oké, na mindig az van ott, nem? Hát ezért mondom. Nem értem, mondja a srác. Tehát ne legyen egoista számítás, hanem az egész a világ korrekciójára irányuljon, ami azt jelenti, hogy nekünk a reformáló fényt kell bevonzani együtt, mert ez az egyetlen módja, hogy a világot korrigálni tudjunk. Aki készen áll erre, akkor én is készen állok arra, hogy vele dolgozzak. Oké, na de valóban ki akarja ezt a fajta együttműködést, Rav? Igen, most idáig senki, de azonban itt valami, amit figyelembe kell vennünk, tehát mi az általános spektrumból, ahol a politikai erők meg a pártok lebegnek, az országok, a kormányok, tehát lehet, hogy innen vagy onnan vagy amonnan kiemelhetsz egy kicsiny részt, az előadásnak egy kicsiny részét megragadhatod, mivel mindegyiknek megvan a saját maga a speciális problémája, tehát mi dolgozunk ezzel, meg azzal, meg amazzal, valamilyen módon, és akkor támogatni kezdenek téged, mert nincs más lehetőségük. Ma egy olyan állapotban vagyunk, ugye ez valóban egy drámai állapot, ahogy ezt Vinok úr szokta mondani, ő az a rendező, ugye, hogy a nemzetek, hogy a világ, hogy a EU, bocsánat, Izrael nemzete hatalmas nyomás alatt van, stressz alatt, hogy ugye elrabolják a gyermekeinket, tehát nagyon sok szervezetnek kell együttműködni Izraelen belül annak érdekében, hogy létrehozzuk a kapcsolatot, mert amikor ez bármikor megtörténik, akkor világos kell legyen a számunkra, hogy a kapcsolat szempontjából sokkal erőteljesebb imát tudunk felemelni. Miért mennek az emberek és tesznek valamit? Miért mennek és el is találkoznak valami emberek? Mi mozgatja őket? Mi az oka annak, hogy mit tudom én, 20 ezer ember kimegy, vagy 50 ezer ember, fogják az utcára mindenféle transzparensekkel, különböző posztereket visznek magukkal, transzparenseket, hogy legyen szabad ez, vagy az, vagy amaz, történjen ez, vagy az, vagy amaz. Azért, mert ez egy szokássá vált a világon, de most, amikor a világbajnokság van, már nem mennek az utcára, most éppen a szokás, hogy ülnek, azt nézik a meccset. Akkor mi történik most itt? Még a világbajnokság nélkül is, miért van az, hogy az emberek azt érzik, hogy össze kell gyűlni? Miből származik ez? Nyilván tudattalanul ők azt érzik, hogy kell a kapcsolat ereje az a korrekciót okozza. Tehát egy új szellemiség jelenik meg ezen a módon. Egy újfajta állapot érkezik el,
és a bajok összefüggésében megjelenik egy tendencia, hogy egymás között kell egyesülnünk, tehát az állatok között is ez felmérhető. Tehát ahogy támad, például a farkas, a bárányok összeállnak, és ha tűz van, akkor minden állat az erdőben ugyanabban az irányban rohan, és egy is sem fél a másiktól. Tehát az oroszlán meg a gazella egymásra mennek az erdőből, mert az általános probléma az fölémeli őket ennek, tehát akkor már nem azt nézi, hogy meg kéne enni. Tehát mindenki csak menekül, és ez a gyülekezetük egy irányba viszi őket, egy közös cél kezd el létezni, és pontosan ösztönösen az emberek is így éreznek. Tehát ezért ez ezen a módon történik, mivel a szellemiség, ami megjelenik, ez az, amire mi nekünk szükségünk van, még ha nem is úgy harcolunk, nem is úgy állunk össze, mint a hadseregben egy-egy különleges csoport, egy különleges támadás értelmében, de még ha nincs is mögötte, akkor is érezni kell, hogy ezzel egy erőteremtődik, amikor az emberek összeállnak, és ezzel a helyzetet javítani lehet. Ezt a helyzet előnyére szolgálhat. És így halad, így lép át a világ a problémákon. Tehát nekünk részt kell vennünk ebben a belefoglalatottságban, a szándékban, az emberekkel, és együtt kell lennünk ebben a műveletben, és valóban különböző köröket kell létrehozni, beszélnünk kell egymással, el kell menni a parkokba, az emberek házába, a különböző helyekre, a szomszédokhoz. Ez az, amit van, meg tudunk tenni, és az emberek készen állnak a különleges helyzet miatt arra, hogy beszéljenek erről. Készen állnak arra, hogy figyelj, ez egy nagyon előnyös helyzet arra, hogy az embereket kimozdítsuk a helyzetükből ezen a módon, és elmagyarázzuk nekik, hogy hogyan tudjuk önmagunkat megvédeni ezektől a dolgoktól, mint ez a gyerekrablás volt Izraelben. Tehát mi a probléma? Tehát ezt bárhol meg lehet tenni, hogy valakit megragadnak, azonban hogyan tudunk mi egy olyan helyzetet teremteni, ahol többé nem teremtődik meg az, hogy valakit elrabolnak, hiszen bárhol el tudnak rabolni valakit, erre utalt az, amikor mondtam, hogy elkaphatnak bárkit bárhol, tehát a jó viszony kiépítése, oké, de akkor ez egy nagyon különleges idő, mondja Leo, tehát nyilvánvalóan a többség számára ez egy különleges idő, tehát akkor nekünk együtt kell működni másokkal, tehát nyilvánvalóan mindenki önmaga próbál megvédekezni ez ellen. Végső soron nyilvánvalóan az együttműködés az jó, hiszen nagyon sok szervezet van, akiknek megvan az infrastruktúrájuk, az embereik. Tehát ti eddig kimentetek, megpróbáltátok az embereket összegyűjteni, partnereitekét próbáltok meg őket tenni, és aztán most a szervezeteknek ez nem lett probléma, egy csomó szervezet nagyon gyorsan tudna embereket meghívni, tehát nem lett probléma ezer asztal, ezer szék, és így tovább, hogy megszervezzenek valamit a Tel Aviv főterén, nem lehet probléma. Hogyha ti összekevertek más erőkkel, használni kell a képességeiket is. Oké, de akkor ennek a műveletnek az értelmében értem, ez nagyon előnyös lenne. De nekünk ezt rövid időt meg kell tennünk, mert különben nem tudjuk elérni, amit szeretnénk. Tehát mindent egyszerre kell csinálni, ezt is értem, mondja Leo, de megpróbálom megérteni, amit ő mond, mert Bálaculám azt mondja, hogy én szeretnének valamit kezdeveletek, így kezdődik az újság, tehát meghívta az embereket együttműködésre, hogy dolgozzanak együtt. Ez volt az első paragrafus az újságnak. Tehát én megpróbálom megérteni nem csak a helyzetet, amiben most vagyunk, hanem azt is, ami innentől kezdve történik. Tehát azt kezdjük el mondani az embereknek, hogy működjünk együtt, azokkal az emberek, akik látják a valóságot hasonló módon hozzánk, Rav, azonban nyilván a partnerekhez, egyébként a partnerekkel együtt kell kitágítani az utat. Oké, na de ez csak egy rövid, nekünk ezt egy rövid időt kéne megtenni. Igen, mert ahhoz, hogy valóban meg tudjunk valamit változtatni, ahhoz azt kell, hogy megértsük az emberek, miről beszélünk, vagy leválnak rólunk, pillanatokat szétmegy ez az együttműködési keretrendszer.
Ez egy olyan fajta együttműködés, mondja, ami én nem hiszek ebben a kooperációban, nem, hogy ezt egyszerűen fel lehet építeni, de mégis használnunk kell, ha meg lehet tenni, akkor tegyük meg. Tehát annak érdekében, hogy mi partnerek legyünk, és hogy valóban egy testként, egy emberként létezhessünk Izraelbe. Tehát ez azt jelenti, hogy a cél az az, hogy minden egyes állapoton, amin keresztül megyünk, azt el kell fogadnunk, és ezért a minőség, bocsánat, az egység az valami, amit nagyon sokféle módon lehet magyarázni, de folytassuk egy kicsit az olvasást. Világos, hogy egy varázslat megjelenése folytán fogunk megmenekülni, és az egyén létezése a nemzeten belül gyakorlatilag élet és halál kérdés, és a megváltás, hogy megtaláljuk a szükséges, ezt a szót sem nem értem, egy komoly sémát kell felépítenünk, hogy megtaláljuk a legközelebbi veszélyt, amely valóban megadja azt a fajta mértékét az egységünknek, amely zenéjünkre szolgál, és megadja a biztonságot minden diaszpórában, a testvéreink által felépített diaszpórában, és mindenki azt mondhassa, hogy ez az egyetlen hely jelen pillanatban, ahol megmenekülhet. És akkor az életnek az valódi útja felnyílik a számunkra, és valamilyen tudjuk folytatni a létezésünket a nehézségek ellenére, de ha mi elveszítjük a lehetőséget, és nem emelkedünk fel egyként, egy hatalmas erőfeszítéssel, amelyet a veszély idején felemelkedik, amelyre szükség van a veszély idején, akkor gyakorlatilag ahhoz, hogy mi meg tudjunk maradni az országunkban, az tényszerűen egy hatalmas probléma előtt állunk, mert az ellenségeink azok megpróbálnak lerombolni bennünket és eltörölni a föld színéről. Az azt jelenti, mondja Ralf, hogy egy különleges helyzetben vagyunk. Egy különleges történelmi pillanatban, hogy minél jobban előre haladunk, nyilvánvalóan nem is csak, most már nem is bálszalom idejéről beszélek, hanem inkább a sajátunkról. Tehát minél jobban előre haladunk, a normális előrehaladása az emberiségnek az mindig azok ellenében van, akik a korrekcióra, a világ korrekcióra felé törekednek, a Jasár Kell néven. És nyilván a korrekció miatt kell egyfajta egység mindenképpen, és hogy ez, ahogy Babilonban megtörtént néhány ezer évvel ezelőtt, és ma is ugyanerre kell törekedni, és hogyha van valami fajta szikra, ami az embert nem engedi, hogy megszökjön a probléma elől. Tehát valószínűleg, hogy itt ülnek, mindenkivel benne van ez, és érzik a teljes folyamatot a szikrán keresztül, hogy ez egy folyamat, amely... Tehát az egész folyamat úgy kell látnunk, hogy egyszerre hogy dolgozik ez, és hogy nem ellenünk van, tehát hogy a beító az idő felgyorsítása során egészen addig, amíg el nem érjük az idő felgyorsítását, ez, ami előttünk áll. Tehát nem szabad várnunk, hogy a dolgok majd holnap jobbak lesznek, hanem rosszabb lesz. Tehát nekünk mindenképpen meg kell változtatnunk az irányultságát, a dolgok tendenciáját. Daria kérdezik Guadalajarából, Mexikóból, hogy abban a pillanatban, amikor a beítóról beszélünk, az időben a lehadásról, hogyan tudjuk a kapcsolat belső nagyszerűségét megragadni, és hogyan tudjuk ezt terjeszteni is. Tehát, hogyha az időben vagyunk beszorulva, és nem a Tóra útján járunk, Rav. Különböző módon kell elérnünk a saját korrekciónkat, és ennek eredményeképpen a fény a szétterjed rajtunk keresztül, az ahában keresztül az egész világhoz. Tehát azok, akik nem tudnak végrehajtani semmilyen cselekedetet, mert nem is akarnak hozzánk kapcsolódni, mert nem értik, hogy mi történik. Tehát mi egyetlen rendszerben vagyunk. Tehát nyilván senki nem akar kimenni magától egyébként az emberek közé és dolgozni velük. Nincsen egy ilyen fajta ima. De abban a pillanatban, amikor elkezdjük korrigálni magunkat,
akkor meglátjuk azt, hogy mindenki milyen korrigáltávok annak megfelelően, hogy mi képesek vagyunk korrigálni magunkat. Szocsiból kérdezik, hogy a terjesztésben való hit hiánya félelemhez vezet, és akkor nem érünk el semmit. Tehát hogyan tudjuk egymást támogatni az úton, hogy valóban megerősítsük egymásba az önbizalmat. Hát ez egy probléma, mondja, amikor kimegyünk az utcára, különböző cselekedetek hajtunk végre, különböző körökben. Tehát ez, amit mi megteszünk, és akkor látnátok, hogy az emberek valóban mások. Tehát nagyon nehéz a számukra kinyitni a füleiket, részt venni itt. Tehát megjelenik a lustagság, és valóban fáradt, az emberek fáradtak, és különböző problémákkal küzdködnek. Tehát nagyon sok probléma jelenik meg az útjukban, akadály. Azonban végső soron, amiről én beszélek, mondja Rav, tehát a problémának a lényege az az, hogy amikor mi a világra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy mi akkor feltetjük a kérdést, hogy mi fogunk 7 milliárd embert korrigálni, hogy ennyi, rengeteg embert, hát ki vagyok én ehhez a milliárdokhoz képest, Kína, India, Dél-Amerika, itt 1 milliárd, ott még 2, de hát nem értjük pontosan, hogy ez nem rajtunk múlik, nem rajtunk múlik a korrekció, mert van, tehát van egy kis, van egy gomb, amely feltár egy helyet a felső fény számára, és a felső fény tesz meg mindent. Tehát mi most egy eszközben ülünk, és nem úgy látjuk a világot, hogy a felső erő csinál mindent. Tehát hogyan működik ez? Hát hogy működik egy... Tehát van egy kicsi gyerek is meg tudná nyomni azt a gombot, és akkor a fény kiárad az egész világra. Attól függően azonban, hogy mit akarunk működtetni, nyilvánvalóan mi a felső fény segítségével az egész világot akarjuk működtetni. Tehát én tegnap és tegnap is beszéltünk erről, ez nem probléma. Tehát nem az én munkám a világot korrigálni, ez a teremtő munkája. Én csak egy partnere vagyok, a társa vagyok a teremtőnek, és megadom a lehetőséget, hogy dolgozni tudjon. Tehát engem ő működtet, én azt akarom megmutatni, hogy én vagyok a gyermek, akit kézzel fogva vezet, amit tudjuk, hogy a gyerekek hogy nevelkednek föl, és érik el azt, amit igazán akarnak. A világot azonban, a világon még jobban oda kell figyelni, hogyan kell korrigálni a világot, a világ nemzeteit, az egész világot, az értelmüket, a szívüket, mert ők igazából egy csomó dolgot nem akarnak. Tehát mi ezt nem tudjuk megtenni, hogy bizonyos dolgokat egyesével kezdünk-e kezelni. Amit meg tudunk, próbáljátok meg megtenni ezt, és akkor meg fogjátok látni, hogy mennyire nem működik. Tehát itt nem arról van szó, hogy forduljunk a világ nemzeteihez, az ellenségeinkhez, és kezdjünk el velük valamifajta kölcsönös együttműködésbe, hogy úgyis a szomszédok vagyunk, akkor működjünk együtt. Nem javasolja ezt Bahá Szulám. Viselkedjünk velük kedvesen, és akkor ők kedvesen fognak velünk viselkedni. Nem, ez teljes mértékben helytelen megközelítés, mondja Rav. Tehát nyilvánvalóan tehát hálát kell, hogy értsünk, tehát az, hogy mi elvigyük őket a kórházba, meggyógyítsuk őket, és hálát érezzük, mert ők jól viselkednek velünk, ez nem így fog működni. Tehát nekünk, amivel foglalkozni kell, az pontosan az, hogy, tehát ez egy hazugság egyébként, és nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy egymás között össze tudjunk kapcsolni. Tehát meg kell mutatni nekik a fizikai világban, hogy semmit nem tudunk velük kezdeni, de a spiritualitásban, tehát ott lényegtelen, azt kell mondanunk a világnak, hogy felejtsetek el a Nobel-díjat, a gyógyszereket, a Nobel-díjasokat, mindent. Hagyjátok oldalt, mert
de soha nem fogja tőletek elfogadni a világ. Csak a korrekció, a gonosznak a korrekciója tudja ezt elhozni, ezt megértik, miről beszéltek. És ez az, amit nekünk el kell kezdenünk, ezt kívánja gyakorlatilag a teremtő. És nyilvánvalóan ez az, amikor a szívnek a terhét át kell venni, és meg kell tennünk, amit meg kell tennünk. Tehát nincs más mód erre. És erről beszél itt Bálhat Szulám ebben a cikkben. És az életnek a gyökere feltárva, mi számunkra valamilyen mértékben létezhetjük a létezésünket, a nehézségek ellenére. Igen? Idézett most Rabo cikkből. Folytatva, Hanok, az ügyvéd, tehát folytatva, amiről tegnap beszéltünk, tehát van egy a pillanatnak egyfajta lehetősége. Az egység az soha nem ugrik a felszínre. Tehát most még, hogy a gyerekek terabolták, és ilyen módon a szülőket ez összetartásra kényszerítette. Tehát most, igen, most lényegtelen, hogy mi most megpróbáljuk ezt az érzést a felszín alatt nyomni, hogy az embereket összekapcsolja. Másfelől mondja Hanok, pontosan azáltal, hogy ma eljuthatnak oda, hogy felismerhetik a kapcsolatnak a hiányát a nemzeten belül. Azért, mert ezt egy nagyobb felbontásban lehet megragadni, mondjuk Bálaszámhoz képest mindenképp. Tehát és azt láthatjátok, hogy oké, hogyha keresitek a kapcsolatot, és látjátok, hogy nincs ott, ez a lényege. És ezen egy sokkal pontosabb módon lehet ilyen módon dolgozni. Oké, ez világos a számunkra, hogy a fénytől jön a megoldás. Tehát amikor mi más emberekhez kapcsolódunk, akkor csak úgy tudunk kimenni, hogy gyakorlatilag miért jó az, aki menjünk az emberekhez, de hogyan fog ez segíteni, hogyan lehet ezt elérni, hogy az ember, aki előzőleg nem volt egyáltalán összekapcsolódva hozzánk, egyáltalán nem, megkapja azt az érzést, hogy adakozik, erőfeszítéseket tesz ezekért a gyerekekért. Tehát hogyan lehet megmutatni nekik, hogy a leggyakorlatilag dolog, hogy egymással összekapcsolódunk, és ezt kell megtennünk. Nyilvánvalóan a kapcsolat az jó, és minden oké, ezt érzik. De hogy ez az a helyes dolog, amit tennünk kell ebben a pillanatban, annak érdekében, hogy ne történjen meg, és segítsünk a helyzeten. Hogy lehet ezt megmutatni az embereknek? Rav. Nektek azt kell megmutatni az embereknek, olyan módon kell ezt megmutatni, hogy a kapcsolatot világossá kell tenni, ki kell próbáltatni velük. Hogyha itt egyfajta egységet hoztok létre itt, akkor amott egy változás történik. Másképp ezt nem tudjátok megtenni. Tehát nagyon sok dolog van az életünkben, ahol teszünk valamit, és az eredménye, hogy is mondjam, tehát ez egy természetes dolog, ahogy ez működik. Én mondom neked, miért mennek ki az emberek, és miért vesznek szét az utcán mindenféle gyűléseken? Azért, hogy valamit érezzenek, és ez elegendő, magyarabb. Tehát nekem azt kell elmagyarázni embereknek, hogy a saját érzékeikkel érezzék, hogy ez mennyire működik. Mivel ez egyfajta feltárulást ad, a teremtő feltárulása irányuló cselekedeteket kezdi el megvalósítani, és ilyen módon boldognak kell lennünk, hogy elérjük azt a szintet. De az ember egy tiszta értelemmel és nem beteg értelemmel el tud jutni ahhoz a fajta környezethez, ami érzelmileg teljesen lemorul a választal mellesleg, és föltett a kérdés, hogy lehet akkor ezt megragadni? Hát nyilván a hadseregben könnyű megragadni az embereket, hogy csoportosuljanak, és próbálj meg egy cél mentén összekapcsolódni, azonban itt nagyon nehéz kapcsolatot találni az emberek szemében a gyermekrablások és az egységünk között. Tehát az ember önmagát korrigálni tudja az adakozás irányába, ugye ezt kell látnunk, hogy egyfelől a fény hogyan viszonyul hozzánk, másfelől is hogyan működik ez. Oké, tehát akkor nekünk ki kell menni, és gondoskodnunk kell az egységről, Rav. Mindenféle dologra kell őket rávenni, összekapcsolni. Igen. És az eredményenek az lehet, hogy a kapcsolaton keresztül mi okozunk valamit. Mit? Kérdezi Hanok. Mi azt tudjuk okozni, hogy ezek a gyerekek, akiket elvittek,
szabadá válnak és hazajönnek. Oké, tehát ha mi összekapcsolódunk, akkor elérhetjük azt, hogy a gyerekek hazajönnek. Rav. Ez az, amit nekem mond az embereknek. Igen. Hát kell, miért egyesülnénk? És ezt mondhatom? Hát miért egyesülnénk másért? Hát miért jönnek el a kapcsolathoz? Csak azért, annak érdekében, hogy ezáltal felismernek valamit. Oké, de nem csak azért, hanem azért, hogy okozzanak valamit. Tehát mondhatjuk ezt a következőképpen, hogyha workshopot tartunk, akkor miért nem mondhatjuk azt a workshopon, hogy megadjon nektek azt az érzést, hogy igen, a workshopban, a kapcsolatban elkezdjük érezni egy különleges erőt, amely felébred egymás között, és ez valóban valami, ami egy cselekedetet hoz létre a nemzet hétköznapi értelmében vett tömegei között, és a kapcsolatnak az ereje az ad egyfajta benyomást, amely fölémel bennünket, fölémel őket a saját szintjüknek, a mostani szintjüknek. Tehát mondhatod ezt úgy, hogy elmélyelsz nekik, hogy a tény, hogy mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, hogy egyetlen hálózatban vagyunk, az egész emberiség össze van kapcsolódva. És hogyha képesek az emberek megvizsgálni ezt, itt nagyon sokfajta magyarázat születhet a tudományban és egyéb dolgokban, és hogyan befolyásoljuk egymást. Tehát a tény, hogy mi egymásra vagyunk foglaltatva, és bele vagyunk foglaltatva ebbe az erőbe, ami az egységnek az ereje, onnantól kezdve mindennel összefügg. Tehát én azt gondolom, mondjára, hogy igazából a feltárulás előtt nincs miről beszélni. Tehát az emberek itt ülnek, nézzetek meg, évek óta itt ülnek, és a feltárulást várják, a megváltást, és mégsem menekülnek el, mert pontosan tudják, hogy meg fog történni. És egy halott ember, aki nem is él, az miért nem bírja ezt kiválni? Hát amúgy se történik vele semmi, mondjára. Tehát nyilvánvalóan nekünk egy távoli illuminációt kell fenntartani, egy távoli ragyogást, és még az az ember is, aki részt vesz a körökben, egyfajta illuminációt kezd majd érezni távolról. Mi ezt érzékelésnek nevezzük, de ez mi? Ez annak a ténynek az érzékelés, hogy valami távolról befolyásol bennünket, és akkor érzi azt, hirtelen elkezdi érezni. Igen, ez megfelelő módon befolyásol bennünket, és az illuminációs a ragyogás működik rajtunk. Igen, de pontosan ez, amit nekünk tennünk, és ki kell menni. Oké, csak kimegyünk az emberek közé. Tehát amikor ön kártyázik például, akkor vagy megnyerem a jackpotot, vagy pedig kiesek. Tehát ha én azt mondom, oda megyek, és azt mondom, hogy ez a cselekedet visszaviszi őket, és ez nem történik meg, akkor bajban leszünk, mondjára. Nem leszünk bajban. Gondolod, a vallásosok nem ugyanezt csinálják, kimennek, imádkoznak, és hisznek benne, hogy ezzel hazamehetnek nyugodtan, és megtörténik. De mi nem erről beszélünk, mondja a hanok. Mi a szekulárisokat beszélünk. Tehát akkor mi? Rosszat teszek én azzal, elveszem tőlük a pénzt, vagy ígérednék valamit, amit nem tudom megkapni? Miről beszélek? Hát egy hatalmas reményt adok, ami több, mint a pénz. Oké, én reményt adok nekik, mondjára. De ha nem adok reményt, akkor minek gyűjtöm őket össze? Szavak nélkül is érezni fogják, hogyha összeszedem őket, akkor már ez maga az ígéret. És akkor én kötelezem magam meg őket is valamilyen módon, hát valamiért összegyűlünk. Tehát nyilván én partneré kell, hogy emeljem őket. Partneré fogadom őket, és nyilvánvalóan a világot én egy bizonyos módon tudom előre felesodolni, tehát azt tudom nekik mondani, hogy fiúk, mi kinyitunk egy helyet, amin keresztül belép a fény, és az mindenről gondoskodni fog. A gyerekek külsőket elraboltak. Az egész világot ilyen módon rendezzük el a számunkra. És mi valóban eljutunk addig a helyig, hogy mi valóban a főpapok legyünk a világnagyotai számára. Oké, de akkor a fény nagyon sokszor rendezett el a számunkra olyan módon is, hogy nem az történt, amit vártunk, hanem a törésünk eredményeképpen feltárt valamit. Tehát honnan tudhatjuk, hogy ez igazán helyes, amit most javasol? Nézd! Én nem tudom, miről beszélsz. A probléma, amit igazán van, egy egyszerű workshopról beszélünk,
Tehát neked nem kell a folyosóba az egész magyarázatot belefoglaltatni, hanem végsősorban el kell élned azt, hogy valamilyen szinten, valamilyen módon, legalább egy kicsi mértékben képes legyél belefoglaltatni magad ebbe, hogy olyan kérdéseket tudj föltenni, amire ők aztán képesek válaszokat szerezni, és megértsék, hogy mit kezd el magyarázni. Tehát, hogy megértsék azt, hogy mit jelent az egységnek az ereje, amiről beszélsz. És mire hívod őket? Egy kölcsönös munkára, egy workshopra? Tehát másfél óra, az 15 perc kérdésenként. Tehát csináltam már ilyet? Igen, mondja Hanok. Tehát van 6 kérdés, mondjuk. El tudod rendezni ezeket olyan módon, hogy ők maguk legyenek képesek válaszolni ezek a dolgokra önmaguk által. Hogy az jöjjön ki belőlük, hogy az ő válaszukat értelmezik a körökben. Hát miért ülünk le, és miért gyülekezünk? Miért gyűlünk össze, és a múltban is miért gyűltünk össze egyetlen emberként, egyetlen szívvel? Mit akarunk ezáltal elérni? Tehát nyilvánvalóan a válaszokon keresztül ők képesek lesznek valamilyen módon összekapcsolódni, és akkor csak a helyes választ találják meg. Ez nem működik másképp. Tehát a fény fogja őket befolyásolni, tehát ezért nekünk kell létrehoznunk az egységet köztük. Ne aggódjatok emiatt. Ne rágd emiatt magad. Nem lesz itt semmilyen probléma, ezt meg tudnánk csinálni. Ez automatikusan megoldan egy csomó helyzetet. Musi. Tehát végső soron mi egy hatalmas tapasztalattal rendelkezünk, hogy kell fölébreszteni a nemzetet. A legfontosabb dolog, hogy nincs más választásom, mondjam. Tehát minden kérdésetekből ez árad egyfajta aggódás, hogy kimenjek, nem menjek. Én például önmagamban úgy érzem ezt, mondjam, ha ezt megvizsgálom, nekünk egyszer meg kell tenni, ez kész. Hát nem kell gondolkodni, mi lesz az eredménye, ki kell menni. Tehát nincs más opciónk, nincs más dolog, nem gondolkodunk máson. Tehát lehet, hogy vannak dolgok, amiket másképp készítünk elő, de ki kell mennünk, nincs, ez nem kérdés. Történik, mi történik, ki kell lépnünk. A tapasztalatból mondhatom, hogy bizonyos kérdések, amin keresztül megyünk, amik felemelkednek és érzéseket adnak nekünk, rendben van, mi azt mondjuk az embereknek, hogy beszéltünk az összes érzelmünkről, de az ember azt érzi, hogy az élet csak elillan, és mi csak egymást... Tehát hogy az ő állapotunkban nem lenne kívánatos a kapcsolat, az egy másik kérdés lenne. De ha mi korrigáljuk az embereket azáltal, hogy összekapcsoljuk őket, az egész világot korrigáljuk. Mit jelent ez? A világ az, amire az emberek fölépítik az életüket. Tehát ha mi korrigáljuk az embereket, akkor az egész világ korrigálva lesz. Tehát ha az emberek nincsenek korrigálva, mi ezt látjuk, ezért a világ sincs korrigálva, azonban látjuk, hogy van valamilyen íze már ennek a fajta korrekciónak, és ezért lehetséges megcsinálni, hogy milyen módon, most már ezt is tudjuk. Tehát ezeket az elveket használnunk kell. Most már egyszerű az emberek együtt dolgozni, tehát bizonyos segélyeket kell magunkra vonni, és ezen túlmenően majd a működtető erő, a teremtő elrendezi az egész rendszert a megfelelő irányba. Musi. Tehát én pont ellentétet látom, tehát nem azt, hogy nem látják, hogy jó a kapcsolat, éppen ellenkezőleg ők tudják, hogy ez fontos, és csalódottságba viszi őket egy csomó dolog, hogy, amit mondunk, az mindig nagyszerű, de amikor mi kilépünk, és visszalépünk a világhoz, akkor azt látják, hogy ez nem reális, nem lehet megcsinálni. Mi az, hogy nem reális? Korrigálna dolgokat? Mi nem korrigálunk dolgokat. Oké, mondja. Na, de akkor ez a teremtőnek a munkája? Nem, ne ezt mondja, hogy a teremtőnek a munkája. Tehát ők nem értik, hogy mi a teremtőnek a munkája. Hát a teremtő fogja megcsinálni a munkát. Tehát ez, mint egy kisi fickó, az megtenni azt a munkát, ami az apjának lenne a munkája. Ez nem lehetséges. Tehát az embernek a teremtőért kell dolgozni, és a teremtő kötelezem ezáltal, hogy megtegye. Ez az, amikor a fiaim legyőznek engem, vagy mondja a Tóra. Tehát ez adja meg az adakozásnak az örömét az alsó irányába, és erre a teremtő kötelezem, hogy őt korrigáljuk. Oké, de az emberek képesek hinni abban, hogy a nemzet megváltozhat? Az emberek nem hiszik. Tehát ez igaz. A természet nem tudják megváltoztatni.
Mi is ezt gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy mi önmagunk, mi változást hozunk létre, de nem a természeten. Oké, tehát akkor most hogyan kell látnom a teremtőnek a munkáját ebben a változásrendszerben? Én természetesen nem változtok meg semmit, magyarabb. Én önmagában. Tehát én egy egoista vagyok. Tehát nekem kell egy erő, a kapcsolatok az ereje, az egységnek az ereje, amely folyamatosan befolyásol engem, és azt fogja a változást létrehozni. Ha én egy körben ülök, és folyamatosan az általános erő behatása alatt vagyok, akkor érezni fogjuk, hogy egyenlőek vagyunk, hogy össze vagyunk kapcsolódva, és azt érzem, hogy elveszek a többiekben, és érzem, hogy mindenki együtt van, ahelyett, hogy én vagyok csak, nem érzem önmagamat, és nem érzem, hogy ez rossz lenne, hanem azt érzem, hogy együtt vagyok a többiekkel, akkor megjelenik valami az én szememben, ami gyakorlatilag engem, mintha eltüntetne ebből a folyamatból, egy újfajta valóság felé léptetne. Tehát amikor én azt éreztem, hogy... Tehát én azt érzem, hogy a kérdés az nem az, hogy minden alkalommal, hogy teszek fel egy kérdést, hanem az, hogy egy új helyzet érkezik, mindenféle elrendezések jelennek meg, és nekem ennek meg fel át kell alakítani az életemet. Tehát az érzékelésemen túl bármit érzékelek, mi valójában egy kapcsolatban vagyunk, össze vagyunk kapcsolódva. Tehát mi állandóan befolyásoljuk egymást, ugye tudjuk, az egész világ ezen a módon befolyásolja egymást, tehát oké, de ez természetes. De mi? Mi az, hogy természetes, mondjam? Tehát minden természetesebb kéne, hogy legyen, mint ahogy ma élünk. Igen. És akkor ez jobb lenne, amiről beszéltünk? Hát jobban hangzik, de hát ez a valóság, hát ez a tény, hogy ma így befolyásoljuk egymást. Oké. Ha ti rosszabb helyzetbe akartok lenni, akkor folytassátok ezt az utat. De miért nem akarjuk már jobbik utat megragadni? Miért gondolt, hogy ez irreális, amiről beszélek? Végső soron, mondja Rav, a gyerekek, az egészség, a család, és minden más számára megjelik valami, ami egy kötelező erejű dolog, és akkor, hogy ezt bedobjuk a lovak közé, a gyepőt, és történik, ami történik, ez nem jó. Hát látjuk, hogy hogy működik az elmélet. Tehát nyilván a gyerekek érdekében is meg kell tennünk egy csomó mindent. Tehát nekünk el kell kezdeni oktatni őket a kapcsolatra. Tehát, hogy ők állandóan, nem szóval állandóan attól félni, hogy mi történik. Ha ettől féltek, és ezért nem tesztek semmit, akkor folytassátok, de akkor a csapásokat fogjátok elszenvedni. A valóság az kötelez bennünket arra, hogy tegyünk valamit, magyarabb, de azért, hogy ne tegyünk semmit, az enyhe túlzás lenne. Musi. Nem, hát a teremtő akarja korrigálni mindezt. Tehát van egyfajta erő, amelyik valóban megváltoztatja természetet, rendben van. Azonban, hogy a workshopon megváltozom valami, nyilván itt a kapcsolat eleje az, amit el akarunk kérni a workshopon. Hogy tudod lenullázni magad az egyik ember elnyelme a másik felé. Tehát nyilvánvalóan, amikor keresed a teremtőt, ilyen módon nem lehet megragadni. Hát hogy lehet megragadni a teremtőt? Mi az a dolog, amiből tudod, hogy a teremtő benne van? Megmondom neked. Ez a kapcsolatnak az ereje, mert tudom, hogy benne van a teremtő. Egy helyes kapcsolat az emberek között, az azt jelenti, hogy minden magában hordoz. Aztán majd mondhatod azt, hogy ez a teremtő, még nem mondtad meg neki, tehát ezt most nem tudom megmondani a tömegeknek, de azt kell mondani, hogy ez a kapcsolatnak az ereje. Tehát mi teremtjük őt meg? Mit jelent ez? Mi teremtjük meg őt, az azt jelenti, hogy ő teremtett meg engem, ami azt jelenti, hogy nincs teremtő a teremtmény nélkül, és ilyen módon bennünk tárul fel a teremtő, mi pedig rajta kívül nem is tudunk létezni. Ezért mondjuk azt, hogy a kapcsolatnak az ereje az itt van köztünk, és hagyjuk, hogy a kapcsolatnak az ereje működjön. Tehát nekünk meg kell alkotni minden egyes alkalom ezt a kapcsolati erőt, hogyan. Egyre jobban össze kell kötődni a körrel, és nyilvánvalóan, amikor azt mondjuk, hogy minden rendben menne már, mert bevonjuk az összes embert ebbe, megtaláltad ezt a részt, amit keresnek, egy idézetet, Janivék? De hát Rabas írásaiból második fejezet, ez a 77-es levél, a 76-os, a Tóra és a parancsolatok megtartása egy bizonyos módon oda vezet, hogy a teremtő azt mondja, hogy ha ti megteszitek az én munkámat, ugye és a magyarázat ennek az, hogy ti, mintha ebben a munkában engem teremtenétek meg, ugye, a teremtőt. Oké,
Tehát most úgy néz ki, mintha lenne egy lehetőség, hogy közelebb kerüljünk a tömegekhez, és ez most egy kicsit távolabb áll tőlünk, mert integrálódni kell emberekkel, akinek el volt rabolva a gyereke, lehet, hogy ők nem is, tehát nem ismerem ezt a családot, magyarabb, de én nem gondolom, hogy a családokat, akit elvittek a gyereket, nem tudom, magyarabb. Talán lehetséges lenne ők, velük is fölven a kapcsolatot, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, magyarabb. Nekünk ezt is végig kell gondolni, nem tudom. Tehát emberek, akik... akiknek van valami fajta irányultságok a tórára, hogy ez hogyan működik, még hogyha én a szívben, lélekben velük vagyok, akkor sem nincs ez az irányultságuk benne, akkor nagyon nehéz lenne nekik elmagyarázni, amit akarunk. Bálhá Szólám azt írja, mondja Vlad, hogy 1940-ben, hogy a holokauszt már megtörtént, tehát, hogy lehetséges-e az a pontban eljutni az értelemig, hogy elmagyarázzuk, hogy miért történik. És hogyha mindent megkorrigáltunk volna, akkor nem történik ez meg. Én beszéltem emberekkel, akik látják azt, és egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy újra megtörténik ez. Tehát maga a holokauszt. Hát látjátok azt a módot, ahogy ő ír, ahogy leírja Bálhá Szólám ezt a cikkében. Tehát mi... ha nem hagyjuk végre mi azt a korrekciót, amire szükség van, akkor ez ezért történik meg. Azonban, ahogy ezt Musi mondta, hagyjuk a világot, hogy ez megtörténjen, aminek meg kell történni, akkor ugyanaz a dolog fog megtörténni, ezt mondtam. Tehát minden visszatér a legrosszabb kerékvágásba, most minden megismétlődik. Tehát a munkánktól nagyon sok függ, minden ettől függ, mondjam. Ha mi kinyitjuk azt, amit a mesiás idejéről írtak, tehát hogy akkor nem kell átmennünk ugyanazon, amin átmentünk 70 éve, sőt, sokkal rosszabbon, mondja rá. Ez a beítónak, az időben való haladásnak a dolga, tehát nekünk fel kell gyorsítani bizonyos dolgokat. Oké, tehát a leckét figyelve, ugye, amit karakterizálnunk kell, ugye ez nagyon meglepő, hogy hogyan tudjuk felkészíteni magunkat arra a helyzetre, hogy egy újfajta kombináció jelenik meg. Hogyan lehetséges az, hogy a megformálódó kérdésekre valóban válaszokat tudjunk adni. Tehát nyilvánvalóan beszélünk az emberekkel a parkban, az emberekkel, akkor különböző kérdések jelennek meg, és hogy őket a helyes válaszokhoz is megértesedjük el. Mit kell ezt tenni, Rav? Tehát összegyűjtöttem ilyen kérdéseket? Ez nem olyan egyszerű, egyszerre megszerezni ezeket, Rav. Nekünk dolgozni kell a következő napokban, ezekben a kérdésekben, mindannyian megpróbáljuk ezt megtenni együtt. Oké, akkor foglaljuk össze a mai leckét. Bejelentések. Itt van a nyári tábor megint. Izrael és Európából mi boldogan hívunk benneteket a nemzetközi integrált nyári táborba, amely Bulgáriában fog a Fekete-tengernél megtörténni, Primorskóban, Bulgáriában. Reméljük, hogy ott együtt tudunk lenni, kapcsolódni egy hatalmas családként. A teljes családokat várunk július 4 és 18 között, regisztrálni itt és itt lehet. A részletek és a regisztráció itt az integrálno.org, a sivatovám. És akkor a Kabala lámokban nyitunk egy új lehetőséget, nemzeti estek, ahol bemutatjuk a kabalát, az összes izraeli kabala otthonban elérhetővé válik ez, ott van a telefonszám, és ingyen be lehet ide menni. A belső kulcs, a Tel Avivi College hívja az embereket, hogy képesek legyetek olvasni és érezni, mondják az időt. Ez ma van, bocsánat. Mondják a címet. És szép napot, szép estét mindenkinek.